Közel 150 milliárd forint, ekkora összeg állhat rendelkezésre a következő Európai Uniós fejlesztési ciklusban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falvak és városok részére a terület és település fejlesztési operatív programban. Az előzetes információk alapján az EU kohéziós támogatásai csökkennek a jövőben, így az egyéb operatív programokban kisebb forrásból gazdálkodhatnak a települések. A megyei önkormányzat ennek érdekében igyekszik felmérni, milyen jellegű fejlesztésekre lehet leginkább szüksége az egyes térségeknek, a tervezéshez pedig mindenkire számítanak. Ezzel a döntéssel kezdődik igazából a fejlesztési időszak. A megalapozó dokumentumot elfogadta a közgyűlés, és ezt követően társadalmi vitára is bocsátjuk több körben, több szervezetet, gazdálkodókat, önkormányzatokat, civil szervezeteket, egyéneket megszólítva, hogy vegyenek részt a megyei terv elkészítésében, és reméljük, hogy olyan tervvel tudunk jövő márciusában előállni, amely a lehető legteljesebben, legszakszerűbben válaszol a megye következő 7 éves kihívásaira, milyen fejlesztéseket kell elindítanunk. 5 másik megye társaságában Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is része az Észak-Keleti gazdaságfejlesztési zónának. Ez abból a célból jött létre, hogy a gazdaságilag és kulturálisan is egységes területet képező történelmi régió versenyképes gazdasági egységként fejlődhessen. A hosszú távú stratégia alapjairól a közgyűlés is tárgyalt. Amint megtudhattuk a mai előterjesztésekből is, a kormányhatározatok tükrében is érezhető az, hogy a határon átnyúló gazdaságfejlesztések is mind-mind ide koncentrálódnak majd. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a megyénk nagyot lépett elő az elmúlt időszakban, ugyanakkor vannak még hiányosságai, ezen lehetőség pedig nem más, mint a gazdaságfejlesztésben rejlő potenciálokat próbáljuk meg megalapozottan felépíteni, és úgy fölfűzni, hogy ez a térség előre tudjon lépni. A központi orvosi ügyeleti ellátás finanszírozásának és jogszabályi hátterének megtárgyalása is részét képezte a keddi ülésnek. A közgyűlés tagjai végül egyhangulag szavaztak a módosítás mellett, így a fenntartás akár állami kézbe is kerülhet, megkönnyítve ezzel a települési önkormányzatok helyzetét. A mai közgyűlésen a központi orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatosan fordultunk felterjesztési jogunkkal a kormányzat felé, hiszen nagyon fontos lenne az, hogyha ebben a helyzetben az önkormányzatok egyfajta mentességet kapnának ezzel, hiszen óriási nehézséget jelent számunkra azt, ezt most mint polgármester mondom, hogy ezeket a forrásokat, amelyekből el tudjuk látni a központi orvosi ügyeleti rendszert, nekünk kell ugye előteremtenünk annyi szinten. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozó 2019-es adatairól Kazsuk Attila, adó és vámigazgatási igazgató tartott tájékoztatót az ülésen. Kifejtette, tavaly összesen 377 milliárd forint adó és járulék befizetést teljesítettek a megyei lakosok és vállalkozások, ez 20 milliárd forinttal több, mint az azt megelőző évben. Az igazgató kiemelte, ez leginkább a fekete gazdaság visszaszorításának köszönhető.